Több százezer honfitársunk dolgozik a kereskedelemben, tehát nagyon sok kereskedelmi dolgozó van Magyarországon, mégis azt látjuk, hogy a politika nemigen foglalkozik az ő problémáikkal, pedig az ország működésének szempontjából döntő fontosságú az ő munkájuk. Azt is tudni kell, nyilván ezt mindenki tudja is, hogy számukra a szabad hétvége, mint olyan, az egyáltalán nem magától értetődő, sokszor szombaton és vasárnap is dolgozni kell, és pszichésen is rendkívül leterheltek, ehhez képest azt látjuk, hogy sem erkölcsileg, sem anyagilag nincsenek megbecsülve megfelelő módon. A kereskedelmi rendeletben előírt heti 40 órás munkahét az gyakorlatilag egy teljesen rugalmas dolog e tekintetben, sokszor annál jóval többet dolgoznak, tehát leterheltek, fáradtak, és szombaton és vasárnap is, mint mondtam, dolgozniuk kell, és bár van ilyen vagy olyan pótlék erre vonatkozólag, de mégis azt látjuk, hogy összegészében véve nem díjazzák ezt a hétvégi munkavégzést megfelelően a kereskedelmi dolgozóknak. A munkatörvénykönyvét nagyon sok helyen megsértik, kijátsszák, ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogyha a szombati és vasárnapi munkavégzésre legalább egy 50%-os pótlék járna a kereskedelmi dolgozóknak. Túl ezen viszont látjuk, hogy a kereskedelmi dolgozók közül nagyon sokan sokféle munkahelyen dolgoznak, tehát nem lehet egy egységes szabályozás felállítani, erre megvannak a maga részterületei. Ennek érdekében viszont a munkaügy@mihazank.hu e-mail címre várjuk a kereskedelemben dolgozóktól a tapasztalatokat és a javaslatokat is, hogy együtt közösen tudjunk kidolgozni egy olyan stratégiát, amelynek mentén, hogyha végigmegyünk, akkor tudjuk javítani a kereskedelmi dolgozók körülményeit, munkakörülményeit.